Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Holnap, 2023. október 14-én napfogyatkozásunk lesz. 28-án holdfogyatkozásunk lesz. Nagyon-nagyon jelentős események. A holdfogyatkozásról külön videó lesz, úgyhogy itt csak éppen hogy megemlítem. A napfogyatkozás az mindig a kezdés. A holdfogyatkozás a befejezés. Na most beszéljünk a napfogyatkozásról. A napfogyatkozás a mérlegben. Tehát itt már működik a kos mérleg tengely, a karmikus csomók. Hiszen a karmikus csomók miatt van a napfogyatkozás, holdfogyatkozás. Júliusban a karmikus csomók csillagjegyet váltottak. Erről van külön videóm. Érdemes meghallgatni, megnézni. Az északi csomó, karmikus csomó belépett a kos csillagjegybe. A déli a mérlegbe. Na most, itt a főszereplő, tehát én és a kapcsolataim. Hiszen a kos... Ő a legelső a csillagjegyek közül, tehát ő a vezér, ő az egyes házat képviseli, tehát én. A mérleg viszont a hetes ház, a partnerség háza. Tehát én és a partnereim, a kapcsolatok egészen 2025 januárig, ez a téma a főszereplő. Ezt mindenki meg fogja érezni, globális szinten is. Napfogyatkozás a mérlegben. A mérleg, maga a kapcsolat, a kapcsolatok. Tehát az emberek között, az országok között. A mérleg maga a diplomácia, az együttműködés, a házasságkötés, a válás, a szerződés. A mérleghez tartoznak. A napfogyatkozás ad nekünk új energiát, tehát itt új energia születik. Miért? Hát új hold is lesz, ugye? Tehát a nap plusz a hold egyenlő új energia fog születni. Nem is akármilyen, mert benne leszünk ebben a bizonyos karmikus folyosóban a napfogyatkozás és a holdfogyatkozás között, tehát október 14 és 28-a között benne leszünk ebben a karmikus folyosóban. Hatalmas energia lesz, különleges energia, egyesül a nap és a hold energia, tehát ők keverednek, ezért történhetnek itt ilyen karmikus események, sorsdöntő események. Hasonló napfogyatkozásunk volt 1996. október 12-én. Vissza lehet emlékezni, hogy volt-e ott fontos esemény, események esetleg. Tehát vegyünk plusz-minusz egy hónapot, plusz-minusz három hónapot is akár. Hasonló napfogyatkozás volt 2004. október 14-én, megint csak október 14, történtek-e ott a környéken, abban az évben ilyen fontos, sorsdöntő események az életünkben. 2005. október 3-án, tehát ezek a teljes ciklusok, a 18 és fél év, és van a fél ciklus, a 9 év. 2014, 2015, 2016, tehát ez az időszak. Tehát ott is valamilyen fontos dolog lehetett. Globálisan is meg lehet nézni, hogy mi volt például 2015-ben a migráció. Nos, amit még szeretnék mondani, ami nagyon-nagyon fontos. A következő napfogyatkozás, holdfogyatkozás tavasszal lesz. Március 25-én holdfogyatkozás, április 8-án napfogyatkozás. Most, ezen a napfogyatkozáson, ha valami elkezdődik, mert a napfogyatkozás a kezdés,
Március végén, amikor holdfogyatkozás lesz, akkor befejeződhet. Vagy megszületik az eredmény például. Ez is megtörténhet. Amit még szeretnék mondani, az, hogy tényleg fontos események történhetnek az életünkben. Hasonló események? Igen. Akár ugyanolyanok? Igen. Például 2004-ben férhez mentem, most megint férhez megyek. Vagy férhez mentem, most megtörténik a válás. Vagy akkor 1996-ban, vagy 2004-ben, 2005-ben megszületett a gyermekem, most megszületik az unokám. Vagy költöztem, most is költözni fogok. Vagy munkahelyet váltottam, most is megtörténik a munkahely váltás. Tehát ilyen fontos, fontos dolgok. Amit még szeretnék mondani, hogy mindig érdemes 3 darab kirakást nézni, mert ezt sokszor kérdezik tőlem. Tehát a napjegyet, az aszcendenst és a holdjegyet is. Akkor nézzük külön-külön a csillagjegyeknek, mit mond ez a napfogyatkozás. Bocsánat, még egyet szeretnék mondani, hogy a napfogyatkozás és a holdfogyatkozás között, tehát ez egy karmikus időszak, és szeretném kihangsúlyozni, ha valamilyen fontos döntést hozunk meg, nagyon-nagyon nehéz lesz ezt megváltoztatni, megszabadulni tőle. Például, ha megtörténik a házasságkötés, nagyon nehéz lesz megszabadulni ettől a köteléktől. Tehát ez az időszak megpecsételi a sorsunkat. Kimondottan október 14 és október 28-án, tehát ez a 2 nap, nehéz, nehézkes, nem érdemes ezekre a napokra valamilyen fontos-fontos dolgokat tervezni. A karmikus folyosóban október 14 és 28-a között nem érdemes például műtéteket tervezni, jó, vagy tehát ilyen fontos eseményeket érdemes várni, ez a tanács. De természetesen mindenki saját maga dönti el. Ami nekem annyira nem tetszik még ezekben a napokban, például a Mars és a Plutó kvadráns. Mind a két bolygó nagyon erős, mind a két bolygó hatalom. Vannak pozitív és negatív oldalai, mint a Marsnak, mint a Plutónak. Egyébként erről a két bolygóról is van külön videóm ezen a csatornán. Na most, hát ez maga a háború, maga a hatalom. Láttuk, hallottuk, hogy mi történt a napokban. Ugye itt a főszereplő maga a én és a kapcsolataim. Több vita lehet, több ilyen vita veszekedés. Úgyhogy én azt mondom, hogy legyünk egy picikét türelmesebbek egymáshoz. Ami még nem tetszik nekem, ott a Vénusz, ugye a Vénusz maga a szerelem, és a fekete hold, amit csatlakozik, a fekete hold adhat egy ilyen rózsaszín szemüveget a szemünkre, dobhat egy rózsaszín szemüveget, például megismerkedünk valakivel, és olyan csodálatosnak fogjuk látni azt az illetőt. A valóság viszont majd kiderül, hogy teljesen más. Jó, tehát legyünk egy picikét óvatosabbak, picikét ezt az időszakot érdemes, hogy is mondjam, hát nem hanyagolni, hanem igenis a fontos döntéseket áttenni inkább novemberre. Nos, hát akkor nézzük, mit hoz a
napfogyatkozás, külön-külön a csillagjegyeknek. Bak, ez a napfogyatkozás a bakoknak 10-es asztrológiai házat üzen. A 10-es ház az egyik legfontosabb ház. Az 1-es, a 7-es, a 4-es és a 10-es. A 10-es a legmagasabb ház. A célok, a karrier, a státusz. Na hát mi lehet itt a státuszváltás? Például házasságkötés. Változik a státuszunk? Igen. Eddig nem voltam feleség, most feleség leszek. Eddig nem voltam férj, most férj leszek. Vagy gyermekszületés, tehát apa leszek, anya leszek, vagy nagypapa leszek, nagymama leszek, vagy státuszváltás, főnök leszek. Jaj, hát itt el lehet érni a legnagyobb célt is. Nos, de valami kiugrott. Na nézzük. Kiugrott nekünk az apród a kelyhek. Teljesül egy álmunk, egy vágyunk, egy kívánságunk. Ez magától kiugrott, hát akkor legyen. Megyünk tovább. Pozitívumot nézünk. És kelyhek, megint vízenergia. Ez maga a grál, ez maga a jólét, ez maga a lehetőség, a napfogyatkozás. Ez új energia, új lehetőség, és az ászok mindig valamilyen lehetőséget adnak nekünk. Mi lehet itt? Hát bármi, bármi, az biztos, hogy nagyon-nagyon fog örülni a lelkünk. Akár a házasságkötés, ugye? Az is új dolog, az is boldogság, az is ehhez a kártyához tartozik, az is státuszváltás. A gyermekáldás, például ez a kártya maga a gyermek, ide hozzátartozik ez a kártyához. A gyermekáldás, a keresztelő, de az biztos, hogy valamilyen dolog, ami nagyon-nagyon boldogát teszi a bakokat. A gyógyítás is egyébként, a gyógyítás is ide tartozik, mert pozitívumot nézünk, ez az egyik. A kelyhek ásza, ez magában egy pozitív kártya, tehát ez a vízenergia, ami itt szerepel, ez maga az életvize lesz. A vízenergia az bizony, hogy olyan, hogy gyógyíthat is minket, mint az életvize, és pusztíthat is minket, mint a méreg. Na most itt ebben az esetben határozottan gyógyító energiáról van szó. Tehát itt az életvize dominál, a pozitívum dominál. Kaptunk egy 2-es, egy tűz energiát. A terveket, a lehetőségeket, a választás. A 2-es a választás. Jönnek a lehetőségek? Nagyon jó. Kimondottan a döntést hiába itt pozitívum, október 28-a után hozzuk meg. Október 28-a után írjuk alá azt a szerződést. Ha csak nagyon-nagyon biztosak vagyunk a dolgunkban, nem is 100%-ra, hanem 200%-ra, vagy 1000%-ra, hogy igen, én akarom ezt a házasságot, és most igenis, igent mondok, aláírom azt a papírt, aláírjuk azt a házassági szerződést, azt a házassági köteléket, stb., mert én biztos vagyok ebben a dologban, az tartani fog 9 évig, 18 és fél évig. Tehát ha az ember tényleg biztos a dolgában, hogy igen, én ezzel az emberrel le akarom élni az életemet, nem bánom meg a döntésemet, hát akkor legyen. De még akkor is lehetnek valamilyen dolgok, valamilyen kis fifikák, valamilyen kis nehézségek. Uh-huh.
akár apróságok is, de hát az apróságok tudják bosszantani az embert. Például ott lesz a házasság kötés, és akkor sehol nem találjuk a jegygyűrűket. Hol is vannak? Kinél is vannak? Nos, negatívum, egy picit belekukkantunk, milyen nehézségre lehet számítani. Aha, hát itt a tízes. Ez viszont maga a karma, karmikus kártya, ez maga a sorsfordulat, ez maga az a bizonyos kerék, ez a fortuna, ez a szerencsekerék. Ugye, miről van itt szó? Negatívumot nézzünk, valamilyen negatív dolog. Hát, ahogy mondtam, a karmikus csomók, a napfogyatkozás, a holdfogyatkozás mint pozitívumot, mint negatívumot is tudnak hozni az ember életében. Akár ami 9 évig is tarthat, ami fél évig is tarthat, ami 18 is fél évig tarthat. Ez már egyéni dolog, ez már természetesen az egyéni horoszkóptól függ, ahány ember, annyi élet. Tudok olyan embereket, akiknek a horoszkópjuk, tehát nagyon-nagyon hasonló, szinte egyforma, és mégis az egyik nagyon-nagyon csodálatos életet él, a másik meg tele van nehézségekkel. Jó? Tehát itt fontos, hogy mikor születtünk, hol születtünk, az idő nagyon fontos. Jó? Negatívumot nézzünk, lehet valamilyen dolog, ami negatív. Lehet, hogy valaki főnök, és egyszerűen lefokozzák. Például az lesz ugye megint csak egy sorsfordulat. Megyünk tovább, még egy picit belekukkantunk. Ezért mondom, hogy érdemes 3 darab kirakást nézni, a napjegyet, az aszcendenst és a holdjegyet is. Megint egy karmikus kártyát kaptunk. Hát valakinek lehet, hogy nagyon keményen még le kell dolgozni a karmát, főleg, hoppá, a Plutó a bak csillagjegyben tartózkodik. A Plutóról van videóm, sőt több is, a bak csillagjegyben tartózkodik, úgyhogy drága bakok. Még lehet, hogy valakinek le kell dolgozni a karmát, lehet, hogy még a Plutó valakit keményen meg fog tépni. Egészen 2024. januárig, sőt, még ott 2024. szeptemberben még egy picit visszatér a Plutó a bak csillagjegyben, azután folyamatosan a vízöntőkben lesz. Úgyhogy lehetséges itt. 2 darab karmikus kártyát kaptunk. Hogy ez pozitív valakinek, vagy negatív irányt jelent, az már egyéni dolog. Tehát itt nem is érdemes ezen most tovább tanakodni. Húzunk még egyet, és itt a király, és ez maga a bak. Itt az érmék királya, ez maga a bak. Jó? Kedves bakok, valakinek itt még bizony-bizony, hogy valamit le kell dolgozni. Még valami maradt. És lehet, hogy itt ez a dolog hosszú távú lesz. Lehet, hogy valakinél megtörténik a válás. Ugye ez is megint státuszváltás, hogy eddig nős voltam, házas voltam, most meg elvált vagyok. Aha. És ez is ugye egy sorsfordulat, megváltoztatja az ember életét például. Tehát sok minden lehet itt, azt már egyénileg kell nézni. Mit mond nekünk a 78 ajtó? Na nézzük, 8-as, levegő energia, a félelem, a kardok, a félelmek, a gyötrelmek, a korlátozás ehhez a kártyához tartozik. Valami vagy valaki korlátozhat minket. Hát lehet, hogy maga a sors. Jó.
Még egyet húzok, mert a Plutó most a bakcsillagjegyben tartózkodik, és egyébként, ugye, ahogy mondtam, a Mars-Plutó kvadráns, ez most nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Lehet látni, hogy mi történik a világban, ugye? Izrael. Ugye, hallottuk a szörnyű dolgokat, harangoznak. Fontos kártya jön, és megint kardok, viszont ász, a második ász. Én nagyon szeretem ezt a kártyát. Miért? Ez a kártya erőt üzen nekünk, hogy erős vagy, meg tudsz birkózni mindenkivel és mindennel. Le tudod győzni azt a ezt a vadállatot, ezt a félig sárkány, félig kígyó, le tudod győzni. El tudod vágni magadtól a sok negatívumot ezzel a karddal. A kard, ez maga az ész. Az információ, az nagy hatalom a kezünkben. Tehát ezzel a karddal meg tudunk szabadulni a saját félelmeinktől. Nagyon sokszor ezek a félelmek, amik csak a fejünkben léteznek, nem hagynak minket békén, nem hagynak élni, nem hagynak cselekedni. Tehát a negatív gondolatok is, ugye, minket megmérgeznek egyszerűen. Ezzel a karddal meg tudunk szabadulni. A veszekedés, a vita, le tudjuk zárni ezzel a karddal a veszekedéseket, a vitákat, és az ász megint csak új lehetőséget ad nekünk. Kettő darab ászunk van. Itt van a boldogság és az ész. A kard az maga a dokumentum is. Ezt nem szabad elfelejteni, jó? Ezeket az ászokat. Ez maga az univerzum ajándéka. Ez valamilyen csoda. Ez viszont az erő. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!